Elindultak a munkagépek, megkezdődött a 471-es főút megyei szakaszának felújítása. A forgalmas úton májusban egyszerre több helyen is dolgoznak majd a kivitelezők. Öreg túlrehabilitáció, ma már lehetőség van az évek óta alacsony vízállású folyó teljes 70 km-es szakaszán a vízszintek emelésére. Segítség a rászorulóknak, esetmenedzsereket biztosítanak a települések számára a járási székhelyeken működő családsegítő és gyermekjóléti központok. Megkezdődött a 471-es főút megyei szakaszának felújítása. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nyírbogáton indultak el a munkagépek. A forgalmas úton májusban egyszerre több helyen is dolgoznak majd a kivitelezők. A Magyar Közút megyei igazgatója türelmet kér az autósoktól. Csapó László úgy számol, őszre Nyírbátorig elkészül a korszerűsítés. Személyautók és teherautók kerülgetik a kátyúkat Nyírbogát központjában. Egy percre sincs csend, annyi itt a közlekedő. Ez a csomópont nagyon forgalmas. Naponta több száz teherautó, személyautó halad itt át, éppen ezért elég veszélyes is. Ezért döntöttek úgy, hogy itt körforgalmat alakítanak ki. A kivitelező munkagépei már fel is vonultak a csomópontban. A múlt héten kezdték a közmű kiváltásokat. A tereprendezés után május elején megépítik a körforgalmat is, ami teljesen átalakítja a kereszteződést. A csomóponttól néhány kilométerrel arrébb már felmarták az aszfaltot. Itt csak 30-al közlekedhetnek az autók. Jelenleg is munkagépek dolgoznak a belterületi szakaszon, jelzőőrök segítik a közlekedést, ezért feltorlódott a forgalom. Nyírbátor város közepén, központjában lévő körforgalomig lesz a felújítás ennek az útszakasznak. Csapó László, a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója azt mutatja, hogy hol kezdődik el a 471-es főút felújítása. A korszerűsítés érinti Nyírbogát mellett Nyírbátort is. Nyírbátorban a városközpontban lévő körforgalomnak nevezett térig tart ez a felújítás, ami azt jelenti, hogy itt is burkolatvisszamarás, illetve kétrétegű aszfaltszőnyeg építés, burkolat megerősítés történik. Majd Nyírbátorban, szintén a 471-es számú főút, két csomópontjában, jelenleg nem körforgalmi csomópontban, most körforgalmat építünk, ami az Édesanyák útja és a Császári út közötti csomópontokat érinti. Térképen mutatjuk, hogy hol lesz felújítás. 3 kilométer hosszan erősítik meg a burkolatot Nyírmihálydinál. Néhány kilométerrel arrébb Nyírbogáton, Nyírbogát és Nyírbátor között, valamint Nyírbátor belterületén lesz munka. Párhuzamosan történik az építés, tehát mind a három szakaszon várható ez idő alatt a közlekedők bizonyos szintű akadályoztatása, tehát a ideiglenes forgalomkorlátozás az életbe lép, már most májusban, május hónaptól. Mi azt kérjük a közlekedőktől, hogy legyenek türelemmel, hiszen ebből a eddig igencsak sokat szenvedett útvonalból megpróbálunk egy sokkal jobbat kialakítani. Én bízom abban, hogy utána meg lesz a gyümölcse. A Magyar Közút megyei igazgatója úgy számol, hogy őszre elkészül a felújítás. A beruházás 2 milliárd forintba kerül. Műtárgyak felújítása, újak építése és mederkotrás, ilyen munkálatokat végeztek az öreg túl rehabilitációjának második ütemében. A beruházással ma már lehetőség van az évek óta alacsony vízállású folyó teljes 70 kilométeres szakaszán a vízszintek emelésére, valamint a szélsőséges időjárási helyzetekből adódó károk elhárítására. Az öreg túr rendkívül kedvelt a vízi túrázók körében, vadregényes szakaszai ámulatba ejtik az ideérkezőket. A folyón az 1920-as évek végén szabályozási munkákat végeztek a térségben élők árvízi biztonságáért, ám később kiderült, ezek kedvezőtlenül érintették a túrvidék egyedülálló élővilágát. A problémát csak fokozza, hogy a Felső-Tisza vidéke nagyon súlyos vízhiánnyal küszködik immár harmadik éve, a vízállások egyre alacsonyabbak. Ezért is volt elengedhetetlen az öreg túr rehabilitációja, amelynek második ütemében egyebek mellett mederkotrásokat végeztek és fejlesztették a távjelzőrendszert.
Két új fenéküszöböt építettünk az öreg túr mellébe. Ennek az a célja, hogy tartsuk vissza a vizeket, ne engedjük, hogy hasznosítatlanul lefolyjanak. Ezáltal lehetőség nyílik, hogy a túr menti régi, nagyon szép, értékes holtmedrekbe is szabályozottan vizet tudunk juttatni. Egy ilyen műtárgy is létesült Kölcsetérségében, illetve ezek a munkálatok megadják a lehetőségét annak, és már ezek a tervek is papírra lettek vetve, hogy más helyekre ebből a vízkészletből hogyan lehet a térségbe vizet juttatni. A beruházás záró rendezvényét a Nagyari Lubi kastélyban tartották. A rendezvényen elhangzott, a munkálatokat az alkalmazkodás az éghajlat változásaihoz című program keretében végezték el. Az éghajlat változásának ugyanis az egyik következménye, hogy fennáll az aszály veszélye. Előfordul viszont az is, hogy a csapadék nagyon rövid idő alatt nagy mennyiségben hullik le. Ezeket a problémákat kezeli a most záruló öreg túr rehabilitációs program is. A program azt eredményezheti, hogy ezek a települések, illetve a környezetük és az itt élő emberek kevésbé vannak kitéve az éghajlatváltozás által okozott veszélyeknek és kockázatoknak, azaz, ha nagyon sok a víz, azt meg tudjuk előzni, el tudjuk vezetni, nem lesznek a pincék elárasztva vízzel, másrészt pedig azok a területek, ahol fontos például a mezőgazdaság, és az embereknek egy megélhetési forrása az, hogy tudjanak termelni, ez most megvalósul ezáltal. Az öreg túr rehabilitációjának második üteme mintegy 300 millió forintból valósult meg, a norvég alap támogatásával és a magyar állam hozzájárulásával. Esetmenedzsereket biztosítanak a települések számára a járási székhelyeken működő családsegítő és gyermekjóléti központok. Az esetmenedzserek a gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket és más speciális szolgáltatásokat biztosítanak a helyi családsegítő és gyermekjóléti központokban. Az új feladatkör a szociális ellátási formák januári összevonásával jött létre. Csókolom, Magdi néni. Mi újság? Hogy érzi magát ma? Nagyon szépen köszönöm, jól. Lába rendben van? Igen. Hál' Isten. Napkoron két házi gondozó nyújt segítséget helyben az idős embereknek. A 3800 fős településen több lábon áll a szociális ellátás. A helyi idősek otthona megszervezi és biztosítja az ebédkihordást. Az idősödő lakosságot naponta egy órában segítik a házi gondozók, gyógyszert iratnak fel számukra, befizetik csekjeiket, de akár a házi munkát is elvégzik. A településen elég magas a 65 év felettiek száma. A helyi családsegítő és gyermekjóléti központban gyűjtik a rászorulóknak a ruhákat, a Szent Erzsébet katolikus Karitász patronálja a nehéz sorban élőket. Idén január 1-től a családsegítő és a gyermekjóléti központokat összevonta az állam. Napkoron egy fő családgondozó látja el a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatással járó feladatokat. A problémák megoszlása nagyon változó, mert a kicsikortól kezdve tényleg a várandós anyát, a válsághelyzetben lévő várandós anyát is már gondozom, fogyatékkal élőkről külön névsort vezetek, rájuk is odafigyelek, tehát a születéstől egészen a halálig azt lehet mondani, hogy ez a szolgálat átfogja az egész társadalmi réteget, és minden rétegből vannak problémák, és nincs olyan réteg, akire azt mondanám, hogy problémamentes. A 4000 fő alatti településeken egy, a 4000-től magasabb lakosságszámú településeken két családgondozó dolgozik. Ahol több a támogatást igénylő család, több családsegítőre lenne szükség. A januári összevonást követően a főbb tapasztalatokat osztották meg egymás között a szociális szférában dolgozók. A nyíregyházi találkozó alkalmat adott az új jogszabályokkal való ismerkedésre is. A Család és Gyermekjóléti Központ, járásszékhelyen működő központ ellátja a járáshoz tartozó településeket. A Nyíregyháza esetében Nyíregyházán kívül 14 település tartozik még a járáshoz, és az esetmenedzsereink itt is végeznek hatósági jellegű feladatokat, illetve egyéb speciális szolgáltatásokat, amit a jogszabály előír, igyekszünk nyújtani a járás ezen településein is. Ez azt jelenti, hogy pszichológus, logopédus, mediátor is segítheti a helyi központok munkáját. Nagyon sok családon belüli vagy gyermekekkel szemben elkövetett sérelem nem kerül a szociális ellátóhálózat látóterébe, ezért a jelzőrendszert szeretnék megerősíteni a jövőben.
Április 28-án és 29-én permetezik Nyíregyháza turisztikailag, sport és kulturális szempontból kiemelt területeit a Bújtosi Városligetben, Örökösföldön, a Robinson-dombnál, az erdei sétálóutak mentén, a Csaló közben, Sóstófürdő füves ligetes területein és a tópartokon. A vegyszeres védekezés riasztja és gyédíti a szúró csípőrovarokat, valamint a rovarkártevőket. A permetezéseket éjjel 23 óra és hajnali 5 óra között végzik, az alkalmazott növényvédőszerek emberre és melegvédő állatokra nem ártalmasak. Hármas karambol történt ma reggel a 41-es számú főút Nyíregyházára bevezető szakaszán az Orosi úton. Egy személygépkocsi forgalmi okokból lassított, amikor hátulról nekiütközött egy autóbusz, amelynek hátuljába egy másik gépkocsi csapódott. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Évente egy-két vadbaleset történik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, legalábbis ennyit jelentenek be hivatalosan. Ez is elhangzott azon a konferencián, amelyről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Sorozatban harmadik vereségét szenvedte el a Nyírbátori FC a labdarúgó MB3 28. fordulójában. Márton István együttese hazai pályán a Somosesétől kapott ki 3-1-re. A bátoriak szombaton Cigándon lépnek pályára. Egy bronzérmet és egy 5. helyezést szereztek a balkányi Szabolcs Vezéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói a birkózó diák olimpia országos döntőjében. Évente egy-két vadbaleset történik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, legalábbis ennyit jelentenek be hivatalosan. Az esetek többségében a kárt okozó autósok hátrahagyják a tetemet vagy hazaviszik azt. Mindkettő büntet, ráadásul utóbbi lopásnak számít. Ha elütünk egy üregi nyulat, 10 000 forintot kell fizetnünk, ennyi az állat úgynevezett vadgazdálkodási értéke. Az összeg nagyobb vad esetében jóval magasabb, persze az állat súlya és külleme befolyásolja az értéket. Például egy 10 kg-os trófeával bíró gímszarvas bika elütéséért akár 3-4 millió forintot is fizethet a gázoló. Nyíregyházán a Munkabiztonsági Foglalkoztatás Egészségügyi Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület előadásán arról is hallhattak az érdeklődők, hogy mit kell tenni vad balesetnél. A rendőrségnek jelezni kell az esetet, ők pedig értesítik az illetékes vadásztársaságot. A vadat elvinni nem lehet, mert az lopásnak minősül, sőt elmozdítani sem szabad, mert ugye a helyszínt biztosítani kell a rendőrség kiérkezéséig, majd a rendőrség intézkedéséig után fogják a tetemet elszállítani. Nagyon fontos az, hogy tanúk legyenek, fényképet készítsünk, majd a rendőrségi jegyzőkönyvet pedig a illetékes rendőrkapitányságtól elkérjük. A bíróságnál ez nagyon fontos dolog. A rendezvényt az idén 10 éves egyesület szervezte. 10 év alatt körülbelül 40-45 ilyen konferenciát tartottunk, amelynek a felét Nyíregyházán, a felét a Budakalászi szekciónál tartjuk. Ebbe az évbe ez a harmadik ilyen jellegű rendezvényünk, ahol a munkatűzvédelmi kollégáknak mindig a friss információkat adjuk. A konferencián egy testfeszültséget mérő eszközt is bemutattak. Van neki egy limitje, ami azt jelenti, most jelen pillanatban 4000 millivoltra van beállítva. Most jelen pillanatban viszont már most egy OL-et mutat, ami azt jelenti, a limiten felül van ez az érték, aki most fogja éppen ön ennek a végén a kis tesztelt, kis szonárt. És végül is azt szeretnénk bizonyítani, hogy ezt a testfeszültséget pillanatokon belül hogy lehet az emberi szervezetből kivezetni. Mert van egy ilyen kis alátét, aminek a mérete 25 cm széles és 68 cm hosszú, ami egy földelés. Ha megfogja a mikrofont, akkor megfogom igen, ezt a bizonyos igen, alátétet. És akkor nézzük meg, akkor mi történik a számmal. Hogy a kiakadt mérőeszköz már is így van. És most jelen pillanatban 4000 valamennyi, vagy 5000 helyett 20. És akkor ez itt tetszene tartanak, amik szép lassan a csontokból is szedik ki ezt az értéket. Az értékek azért magasabbak a mai embereknél, mert jóval nagyobb elektroszmog ér bennünket, mint elődeinket. Az elektromos berendezések, mobiltelefonjaink szennyeznek minket, káros sugárzásnak vagyunk kitéve, mondja Gyűrűsi József, aki szerint a megoldás a földelés, a természet közelsége, hiszen szabad negatív elektronokat kaphat az emberi szervezet, ami így egészségesebbé válhat.
Sorozatban harmadik vereségét szenvedte el a Nyírbátori FC a labdarúgó NB3 28. fordulójában. Márton István együttese hazai pályán a Somosesétől kapott ki 3-1-re. A bátoriak szombaton Cigándon lépnek pályára. A Putnok elleni hazai és a táján elszenvedett idegenbeli vereséget követően a Somosese ellen mindenképpen győzni akart a Nyírbátori együttes. Ehhez képest a vendégek már a 10. percben gólt szereztek, majd 5 perc múlva megduplázták előnyüket. A szünet után ismét a hazai kapuba került a labda, igaz Terdik 1 perc múlva szépített, de ezzel a házigazda el is lőtte a puskaporát, ami azt jelentette, hogy sorozatban harmadszor maradt pont nélkül Márton István együttese. Ez a mérkőzés is kísérletetésen hasonlított a 2 héttel ezelőtti Putnok elleni mérkőzésünkhöz. Sajnos megint a mérkőzés elején kaptunk 2 gólt, utána megint csak rohantunk az eredmény után, tettük ezt görcsösen, és rengeteg hibával játszottunk. Az NB3 keleti csoportjának élén a Cigánddal 2-2-es döntetlent játszó Nyíregyháza Spartakusz áll 68 ponttal, megelőzve a 62 pontos Ceglédet. A 22 pontos Nyírbátor a 14., 5 pontra a már kieső helyen álló Tiszaújvárostól. Szerencsére a hétvégi forduló úgy alakult, hogy a mögöttünk lévő csapatok sem nyertek. Nem könnyű a helyzetünk, de mindenképpen ki kell harcolnunk a bentmaradást. Az az igazság, hogy volt egy olyan szériája a csapatnak, amikor 11-est hárított a kapus, utána sikerült 1-0-ra megnyerni a mérkőzést, amikor jöttek egymás után az eredmények. Az egy olyan időszak volt, amikor befelé pattant a labda. Sajnos most olyan időszakban vagyunk, amikor korán hátrányba kerülünk. Ezt tőlünk jobb csapatok sem tudnák megoldani, hogy 2 gólos hátrányból felállni. Ráadásul, ahogy érzem, a fiatal csapatunk egy kicsit fejbe bele is fáradt ebbe a menetelésbe. Most van egy fontos mérkőzésünk Cigándon, utána van egy 2 hetes szünet. Abban az időszakban megpróbálunk majd mentálisan is feltöltődni az utolsó 4 mérkőzésre. A Cigánd-Nyírbátor mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik. A további párosítás a következő: Putnok-Cegléd, Tája-Tiszaújváros, Somosese-Jászberény, Rákosmente KSK, Kazincbarcika, Újpest 2 Felsőtárkány, Diósgyőr 2 60 és Reac-Debrecen 2. A Nyíregyháza Spartakusz szabadnapos. Egy bronzérmet és egy 5. helyezést szereztek a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói a Birkózó Diákolimpia országos döntőjében. A kötött fogásúaknál a diák 2-es kategóriában Úri Sándor a dobogó 3. fokára állhatott fel, míg a serdülőknél Gilányi Alex az 5. helyen végzett. Több sportákhoz hasonlóan a birkózók is túl vannak a diákolimpiai sorozat országos döntőin. A balkányiak 3 korcsoportban 4 versenyzővel képviseltették magukat a fináléban. Mind a 4 fiatal esélyes volt az éremszerzésre, végül azonban egy 3. hely és egy 5. helyezés Farkas László tanítványainak mérlege. Püspökladányban volt a diák 2-es diákolimpia, ahol Úri Sándor 54 kg-ban 3. helyezést ért el. A diák 2-esek a legfiatalabb birkózók, akik már részt vehetnek a diákolimpia küzdelmeiben. Rá egy hétre a Pest Erzsébeti MTK-nál volt a diák 1-es és a serdülő diákolimpia, ahol diák 1-es versenyzőnk sajnos sérülés miatt feladta a vigaszági mérkőzés után a küzdelmet, így 7.-8. helyezett lett, viszont serdülőben 42 kg-ban Gilányi Alex 5. helyezést ért el. Az 54 kg-os súlycsoportban bronzérmet szerző Úri Sándor a családi hagyományokat követve választotta a sportágat. 2 éve kezdtem el birkózni, és azért döntöttem emellett a sportág mellett, mert a nagypapám is birkózott, és nagyon jó eredményeket ért el. Az eredetileg 38 kg-os Gilányi Alex egy súlycsoporttal feljebb indulva ezúttal lecsúszott a dobogóról. Első versenyem 2011-ben volt Bökönybe, ott első helyezést értem el, utána így sorba sikerült felállnom a dobogó felső fokára, és az első nagy versenyemet 2013-ban, ott sajnos kiestem, utána a következő években is nagyon rosszul sikerült, de tavaly magyar bajnokságon 2. lettem. Hát a mostani magyar bajnokságon, hogy le tudtam vonfogyni, akkor sima első, de így 5. lettem. A balkányi fiatalok a következő hetekben, klubszínekben az országos bajnokságokon lépnek majd szőnyegre. Szeptember elején pedig 5. alkalommal rendezik meg a városban a Celspan Kupa nemzetközi versenyt, amelyre több mint 300 birkózót várnak a szervezők. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Megkezdődött a 471-es főút megyei szakaszának felújítása. Nyírbogáton indultak el a munkagépek. A forgalmas úton májusban egyszerre több helyen is dolgoznak majd a kivitelezők. A Magyar Közút megyei igazgatója türelmet kér az autósoktól. Csapó László úgy számol, őszre Nyírbátorig elkészül a korszerűsítés. Műtárgyak felújítása, újak építése és mederkotrás, ilyen munkálatokat végeztek az öreg túr rehabilitációjának második ütemében. A beruházással ma már lehetőség van, az évek óta alacsony vízállású folyó teljes 70 km-es szakaszán a vízszintek emelésére, valamint a szélsőséges időjárási helyzetekből adódó károk elhárítására. Esetmenedzsereket biztosítanak a települések számára a járási székhelyeken működő családsegítő és gyermekjóléti központok. Az esetmenedzserek a gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket és más speciális szolgáltatásokat biztosítanak a helyi családsegítő és gyermekjóléti központokban. Az új feladatkör a szociális ellátási formák januári összevonásával jött létre. A Kölcsei Televízió híradóját látták április 27-én szerdán. Friss hírekkel csütörtök este jelentkezünk. Műsorainkat és híreinket addig is újra nézhetik honlapunkon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. A Kárpát-medence felett egy hideg front vonul át, mögötte szárazabb, de hideg levegő érkezik, majd csütörtökön este már a mediterrán térségben kialakuló ciklon melegfronti felhőzete sodródik fölénk. Éjjel eleinte többnyire erősen, majd változóan felhős idő várható, eső zápor kezdetben többfelé előfordul, majd éjjel mindenhol megszűnik a csapadék. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem valószínű. A változó irányú, majd az északira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 16 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás, pénteken főleg a déli és a keleti ország részben valószínű több helyen eső, zápor eső, szombaton a napsütés lesz túlsúlyban, vasárnap pedig ismét erősen megnövekszik a felhőzet.